Ezüstérem az Ovo Betterman kupán, Schmidt Istvánra emlékeztek, győztes tavaszkezdés a női kéziseknél, profi szerződést kapott két fiatal a bányásznál, tatabányai atlétika érmek a felnőtt OB-n, László Csabától tudhattuk meg, hol a helyünk Európában. Szombaton ismét a tatabányai alapítványi sportkör futballista palántái vették birtokba a Földi Imre sportcsarnokot. Délelőtt az Ovo Betterman kupán az U14-es korosztály tagjai mérték össze erejüket. Két csoportban összesen 8 csapat küzdelmeit élvezhették a közönség tagjai. Az aljelű kvartetben a házigazda Task legénysége mellett a Komárom, a Bugyi és a Pápa együttese szerepelt, a B csoportban a Dorog, a Nyergesújfalu, a harmadik kerület és a Gyirmót lépett pályára. Weber Balázs tanítványai jól kezdték a küzdelmeket, a Komáromot 3-1-re, a Bugyit 2-1-re verték, a Pápa ellen pedig fölényes 5-2-es győzelmet arattak, de a szakember szerint akár nagyobb különbséggel is nyerhettek volna. Mindenekelőtt szeretném megköszönni a vezetőinknek és a szponzoroknak, hogy ezt a nagyszerű tornát itt előteremtették nekünk. Nívós csapatokat hívtak meg a csoportmérkőzések során a Komárommal, a Bugyival és a harmadik mérkőzésen a Pápa csapatával játszottunk, és mind a hármat sikeresen, tehát 3 győzelemmel kezdtük, úgyhogy úgy néz ki, hogy döntőt játszunk. Igen, akkor gondolom, hogy elégedett vagy a srácokkal, bár itt megegyezted azért a Pápa elleni meccs után, hogy elő-hátul gól erősek voltatok. Tehát ugye 5-2 lett, de ez mondjuk lehetett volna akár 8-0 is. Igen, sajnos hátul is vétettünk olyan hibákat, amikből gólt kaptunk, de úgy gondolom, hogy belefért, mert elő jól teljesítettünk, sikerült gólokkal abszolválnunk a mérkőzést, és így hát reméljük, hogy a döntőben is jól játékkal, és meglátjuk, hogy eredményes lesz, akkor még boldogabbak leszünk. Mennyire tehetséges garnitúra ez, mert itt állnak mellettünk a srácok, és hallják, amit mondasz. Igen, szemben nem dicsérünk, de nagyon sok tehetséges srácunk van, hála Istennek, 20-as keretünk van. Kifejezetten nem készülünk teremtornákra, a teremben is csak 3-4-szer voltunk a tél folyamán. Igazából nagypályás bajnokságra készülünk, 2 hét múlva kezdés van. A héten is 2 edzőmérkőzést játszottunk Komárom csapatával és a Videotonnal, úgyhogy nagyon nem pihentünk rá erre a tornára, mert szerdán és sütörtökön volt ez a 2 edzőmérkőzés, tegnap is edzettünk, úgyhogy ez egy plusz játék lehetőség nekik teremben, úgyhogy örülünk neki, hogy itt lehetünk és játszhatunk. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy nagyon érzik a srácok a mozgást a teremben is, legalábbis nagyon szép támadásokat vezettetek. Minek köszönhető akkor ez, hogyha nem nagyon játszotok teremben? Igen, rengeteg kis játékot gyakorolunk edzésen is, labdatartást, technikai elemeket, úgyhogy ebből adódóan hát hál' Istennek látszik a munka eredménye, és reméljük, hogy ezek a srácok majd ifi korosztályban és a felnőtt csapatban is majd talán bemutatkozhatnak tatabányi színeiben. Reméljük, hogy magasabb osztályban, mint most MB3. Bízunk benne, hogy egyszer MB2-ben, MB1-ben is láthatjuk őket itt. Természetesen a taskos ifjak is mosolyogtak a 3 győztes csoportmeccs után. Hogy tetszett az első? Azt ki ellen játszottátok, és mi is lett ott az eredmény? Komárom ellen, és 3-1. Hát, ez egy gyengébb csapat volt, de jól játszottunk. Tetszett a játék. Aha, jött aztán a második meccs, ugye a Bugyi ellen. Ott mi is lett a végeredmény, Juhi? 2-1. Hát, voltak mélységi passzok, meg ez tetszett a játék. Igen, jó, az a lényeg, hogy legyenek mélységi passzok, ugye? Nem baj. Hát semmi. Aha, jó van, meg a Sprinyó vissza, ugye? Az is kell, hogy legyen. Aztán ugye volt itt a Pápa elleni meccs, 5-2. Azt mondta az edzőtök, hogy azért hátul becsúszott néhány hiba. Mik voltak ezek a hibák, meg elől is? Hát már nagyon támadtunk, nem védekeztünk. Kinyitunk és tudtak kontrázni. Mit vársz a döntőben, Júi? Remélem nyerünk. Szerintem!
elébe, Henrik. Nem baj. Henrik, kérjed is a lasztit. Menjél mögötte, menjél mögötte. A fináléban sajnos már nem jött össze a diadalmas befejezés, a harmadik kerület elleni összecsapás gól nélküli döntetlent hozott, a büntetőrugásokban pedig a fővárosiak bizonyultak eredményesebbnek, így ők nyerték az idei Óbó-Betterman kupát. Délelőtt a 14 évesek, délután a 3 évvel fiatalabbak mutathatták meg. Ők lehetnek a jövő bányászában Kiprich, Vince, Plotár vagy éppen Schmidt István méltó utódai. Az utóbbiról elnevezett emléktornát már 5. éve minden évben megrendezi a Tatabányai Alapítványi Sportkör. Ezzel is adózva az egykori kiváló játékos, majd edző emlékének. Nagyon jó barátunk volt, sok edző van itt, sok edző dolgozik itt a klubnál, akivel ő együtt futballozott is, és együtt edzősködött is. És úgy gondolom, hogy már azt hiszem 5. éve rendezzük meg ezt az emléktornát, a Schmidt István emléktornát, ez nagyon megérdemli a Pista. Milyen ember volt Schmidtja? Ezt az nyilván azok tudják leginkább, akik vele együtt játszottak, aztán vele együtt edzősködtek. Hát azért mosolyodtam el, mert mindig egy jókedélyű, mindig egy pozitívan gondolkodó, és a futballt meg nagyon-nagyon szerette, meg a gyerekeket, akiket edzett, azokat is. Mi volt az a fajta mentalitás, amit ő edzőként megpróbált közvetíteni, és az a fajta gondolkodásmód? Hát gondolom azt, amit ő is játszott, hogy élt, halt azért a játékért, rengeteget tudott futni, nagyon jól cselezett, nagyon sok gólt szerzett, tehát nagyon hasznos volt, mint csapatjátékos. És hogy látod, ezek az erények megvannak például ebben a mostani csapatban, akiket itt most láttunk, ez a kis U11-es együttes? Hát a lelkesedésük a szenzációs, azt lehetett látni, helyenként a játék is nagyon jó volt, hát nekünk meg ez a feladatunk, hogy megtanítsuk őket a többi dologra, ami még hiányosság van. Csapó Károly, a Taski elnöke néha olyan vehemensen biztatta a fiatalokat, hogy már-már úgy tűnt, legszívesebben ő maga is beugrana a pályára. Ez természetesen nem csoda, hiszen hétről hétre látja, milyen szorgalmas munkát végeznek az U11-es korosztály játékosai. Gyakorlatilag ővelük vagyok én az edzések folyamán, mindegyik csapathoz van edző, de én mindegyiknél ott vagyok az utánpótlásnál, illetve hát úgy mondom az előkészítő csoportnál, és hát ez az előkészítő csoport legnagyobb korcsoportja, akik most itt vannak. Hát hogy ne izgulnék, hát értük izgulok, meg szeretném, hogy minél jobban érezzék magukat, jobban játszanak, és hát én is belelkesedem. Hogy tetszik egyelőre a produkciójuk? Tetszik, bevallom őszintén, egy dolog nem tetszik, hogy egy kicsit meg vagyunk illetődve.
lehet, hogy kevesebbet játszunk idegen csapatok ellen, és ez azért van, meg talán annak is tudom be, hogy itt a Föld Imre sportcsarnok elég nagy terület ahhoz, ugye, mint ahol mi edzünk a József Attila általános iskolába, tehát az kisebb az a terület, és ilyenkor, amikor bejönnek egy nagyobb térbe, akkor olyan nagynak tűnik, és lehet, hogy ettől is megijednek. Meg úgy tűnik, hogy talán egy kicsit a védekezéssel több a gond, mint a támadással. Ebben a korban még a fegyelmezettség az, ami mondjuk leginkább talán hiányozhat a srácokból, és amire mindig külön és külön fel kell hívni a figyelmüket? Hát mindenre fel kell hívni egyébként, tehát én azt mondom, hogy dicsérjük meg, ami jót csinál, de arra meg, amit nem úgy csinál, arra hívjuk fel a figyelmet, és próbáljunk arra törekedni, hogy azt csinálja, ami jó ebbe a játékba. Tehát védekezzen, álljon oda, próbálja megszerezni a labdát, és olyan szituációkban, amikor egy az egy ellen vannak, vagy netán ketten hozzák rá a labdát az ellenfélből, azt is meg kell valamilyen formában tudni oldani. Nagyon-nagyon nehéz, de erre koncentrálni kell már ilyen korban is, és az edzőknek meg fel kell hívni a figyelmet rá. Ha már az edzőket szóba hoztad, ugye Kovács Pityu az az edző, aki most itt van ugye ezzel a csapattal, hát ő egy nagyon fiatal srác, ugye még aktívan játszik is, és mellette edzősködik itt a Tasknál. Mennyire tartod őt tehetséges szakembernek? Tehetséges szakembernek tartom, hangsúlyozom, tehát örülünk, hogy itt van. Ő ugye most végezte el az első edzői tanfolyamat, a C tanfolyamot, amiben jól teljesített, és úgy érzem, hogy az edzés munkák során láttuk azt, hogy van benne lehetőség. Tehát nem fél attól elmagyarázni a gyereknek, mit kell csinálni. Van benne egy kis pedagógiai érzés is, ami természetesen kell ehhez a játékhoz. És hát mivel felnőtt futballista, gyerekek, hogyha látják mérkőzésen, ez egy plusz motiváció a gyerekek számára. Meg hát, hogyha még át is tudja adni azt, amit ő tud, akkor meg nekünk van nyert ügyünk. És hát azért mindenképpen egy másik Istvánt is meg kell említenünk, és Schmidt István emléktorna, most már nem első alkalommal, minden évben, ezt tudom jól, hogy úgymond kötelességeteknek érzitek, hogy megemlékezzetek Schmidtjáról. Álszent és álnaív kérdés, miért is fontos ez? Azért fontos, mert itt nevelte a gyerekeket, talán a Pityut is, aki most a Kovács Pista, aki beszélünk, talán ő is volt a játékosa. És meggyőződésem, hogy mindig úgy, a kötelességből. Mi sajnos úgy mondom, hogy szívesen csináljuk, és ameddig én itt a Tasknál vagyok, és én hangsúlyozottan szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy kiváló edző volt, egy nevelő edző volt itt Tatabányán, és szerették a gyerekek. Nekünk ilyen emberekre emlékeznünk kell, és úgy érzem, hogy itt, akik itt vagyunk, az összes edző kollégával dolgozott együtt. Mi barátai voltunk ennek a fiatalembernek, mert hát fiatalon hunyt el nekem, meg személy szerint is nagyon nagy barátom volt, és mindenféleképp úgy érzem, hogy az ilyen emberekre emlékeznünk kell. Kérdés erejéig azért még foglalkozzunk a délelőtti tornával, ugye az Óbó-Betterman kupával, ami hát nagyon izgalmas volt, és nagyon jól teljesítettek a srácok, aztán ugye sajnos a végső győzelem a fináléban nem jött össze. Hogy tetszettek a délelőtti küzdelmek? Nagyon-nagyon tetszettek, mert nagyon jó csapatokat hívtunk meg, és úgy érzem, hogy ha nem is nagyon, de a mi csapatunk kiemelkedett ebből a tornából. Ez a szerencse kérdése ebbe a korba is, mint ugye a nagyobb korba is, hogy mi rúgtunk két kapufát, és hát ez így lett döntetlen. Büntetőrúgás. A büntetőrúgás rizikója abban van, hogy ki is lehet hagyni, és hát ebbe a korba is ki lehet hagyni, és minden korba ki lehet hagyni. Hát ez most így sikerült, második helyen végeztünk, de én örülök neki, hogy jól teljesítettek, mert szerintem a játékban magában mi voltunk a jobb csapat.
A házigazdák együttesét a Schmidt István emléktornán a TASK egyik legfiatalabb edzője Kovács István irányította. A tréner úgymond főállásban a Bányász futballistája, de emellett István bácsiként a kislabdarúgóknak is igyekszik átadni tudását. A szombati megmérettetésen két meccs után egy győzelemmel és egy döntetlennel álltak a mieink, így a szakember elégedett lehetett. Maximálisan elégedett vagyok a hozzáállással. Sajnos a helyzetkihasználást ezt eltanulták a felnőtt csapattól, sok helyzetünk kimarad, de bízom benne, hogy a következő győzelem esetén az első helyért tudunk játszani. Ugye jön a harmadik kerület itt a harmadik csoportmeccsen, ők általában minden korosztályban azért erős csapattal érkeznek, láttad őket itt, most milyennek tűnnek? Hát láttam őket, de igazából szerintem a mi csapatunk az egyik legerősebb itt tornán, mint játékban, mint fizikális felépítésben. Úgyhogy nem tartok abszolút a meccsről, szerintem meg fogjuk nyerni a mérkőzést. Mennyire jó a képzett kis társaság ez egyébként, az U11-es csapat? Az U11-es szerintem eléggé jó helyre tudnám tenni a TASK rangsorában. Szerintem van 10-12 gyerek, aki nagyon jól bánik labdával, szeretnek együtt, sok tornára járunk velük, tehát velük érdemes. Nagyon sok tehetséget látok közöttük. Ugye eléggé friss edző vagy, hogy sikerült megtalálni a srácokkal a közös hangot? István bácsi vagy egyébként? De igen, ez a hivatalos, de pityubál minden, igazából nem sértődök meg semmi, nyilván jó szándékkal szólnak az emberhez. Eleinte picit meg voltunk illetődve, az első pár hónap az ismerkedés egyében telt, de most már nagyon úgy érzem, hogy belerázottunk, és nagyon tetszik a feladat. Ugye egy nagyon fiatal korosztályról beszélünk, milyen gyakran tudják ők egyébként megmérettetni magukat? Nekik talán még nincsen bajnokság. Nincs bajnokság, bozsik program van, és hát szinte, ha jól tudom, két hetente van ilyen bozsik program, de elég gyakran vannak, nem tudom pontosan ezt most mondani, de elég sok megmérettetés van télen, és elég sok megkeresés van, teremtornák, hál' Istennek itt is tudunk hazai környezetben játszani, ezért nagy köszönet a rendezőknek. Igazából szerintem van megfelelő versenyeztetési lehetőség. Az U11-es csapat végül megismételte a 14 évesek délelőtti teljesítményét, bejutott a fináléba, azt azonban 1-0 arányban elbukta a Gloriett együttesével szemben. A napmérlege azonban tatabányai szempontból így is fényes, a két ezüstéremre edzők, szülők és szurkolók egyaránt büszkék lehetnek. A Sportkedd első felében a Tatabányai Alapítványi Sportkör szombati teremtornáin, az Óbó Betterman kupán és a Schmidt István emléktornán jártunk. A műsor hátralévő részében megmutatjuk, hogyan kezdte a tavaszi idényt a TSC női kézilabda csapata, de beszámolunk két fiatal labdarúgó új profi szerződéséről, a tatabányai atléták fedett pályás sikereiről és a Megyei Labdarúgó Szövetség szakmai napjáról is. Pontokra éhesen várta a TF elleni tavaszi idénynyitót a Tatabányai Sportklub női kézilabda csapata a hétvégén. A kékfehéreknek minden pontra óriási szükségük van, hiszen a téli felkészülést az MB2 északi csoportjának utolsó helyezettjeként kellett végig dolgozniuk a lányoknak. A csapat dolgát nehezítette, hogy Szurcsik István vezetőedző a vasárnapi bajnokin nem lehetett ott tanítványaival, akiket így Jackó László irányított a kispadon. Az utolsó előtti TF elleni csata igazi kiesési rangadónak indult. Az első félidőben fejfej mellett haladtak a csapatok, és bár általában a mieink vezettek, a szünetre mégis a fővárosiak egy gólos vezetésével vonultak a csapatok. 15-16-os állást mutatott ekkor az eredményjelző tábla. Utóbbi szám a 16-os aztán a második félidőben 15 percen keresztül nem is változott. A vendégek ennyi időn keresztül nem tudtak Bánfalvi Kitti kapujába találni, miközben a házigazdák a végül 9 találatig jutó Pál Andrea és a 8 gólos Vahid Mirjam vezetésével egy 9-0-ás rohamot intéztek a testnevelési főiskolások ellen.
Ezzel a két pont sorsa tulajdonképpen el is dőlt, bár a vendégek a végén tudtak kozmetikázni az eredményen, végül 29-24-re a tatabányai lányok diadalmaskodtak. Ez a csapat volt két ponttal előttünk, nekünk 5 pontunk volt, a TF-nek pedig 7 pont, és most utolértük őket, úgyhogy nagyon remélem, hogy innentől kezdve tovább tudjuk gyűjteni a pontjainkat, és följebb tudunk kapaszkodni a ranglétán. Hát két igen eltérő félidőt láthattunk. Miben rejlett a különbség oka? Az első félidő nagyon szoros volt, aztán jött egy parádés második félidei nyitány. Hát az első félidőben azt hiszem, hogy a lányokon még látszott a megilletődöttség, illetve a védekezésünk nem volt olyan, hogy a kapusunk tudta volna, hogy mit kell csinálni. A második félidőben a védekezésünk is összeállt, illetve a kapus teljesítmény is följavult, és azt hiszem a második félidő elején ez a 5-0-ás széria el is döntötte a mérkőzést. Igen, ha jól számoltam, volt az talán 9 is, nagyon elmentetek, meg hát az átlövő teljesítmény is nagyon feljavult a második félidőre. Igen, hál' Istennek az átlövő poszton is erősödtünk, már a tavalyi évben idehoztuk Budaörsről a Vahid Mirjamot, illetve az irányítóból Bukinő Edinát, akik védekezésben, illetve támadásban is nagyon sokat tudtak a csapaton lendíteni. Hogyan telt egyébként a téli felkészülés, hogy látod, sikerült előrelépni összhöz képest? Én úgy látom, hogy mindenben sikerült előrelépni, sikerült olyan szakmai munkát végezni, amelyik ténylegesen jogot ad arra, hogy mi itt szebb álmokat szövögessünk, illetve a lányok hozzáállásával is maradéktalanul meg voltunk elégedve, valamint az is bizakodásra adott okot, hogy az eddigi felkészüléseken, mérkőzéseken mutatott játék is teljes bizalomra adott okot, hogy mi ezeket a mérkőzéseket most már abszolválni tudjuk. Ugyanez az előrelépés megvan a fiatalabbaknál is? Sajnos azt kell mondanom, hogy mind a két csapatnál nagyon kevesen vagyunk. Hál' Istennek most jöttek föl fiatalok. Nagyon remélem, hogy a úgynevezett rutinos fiataloknál, vagy az öreg róka fiatalok tudnak annyit hozzátenni, illetve a fiatalok ki tudják őket egészíteni, hogy talán ott is sikerül valami szép eredményt elérnünk. A mezőny legjobbja, a hazaiak beállója, Pál Andrea 9 találatig jutott. A lefújás után mégsem volt maradéktalanul elégedett a saját teljesítményével. Hagyd némi kivetőlőt, igaz, hogy lőttem 9 gólt, de sok zicsert hibáztam. Két nagyon eltérő félidő volt. Mi hiányzott az elsőben, ami aztán meg volt a másodikban? Szerintem a védekezésben is voltak hiányosságok, illetve az, hogy sok zicsert kihagytunk az első félidőben. Azért most már nálatok elmondható így gyakorlatilag minden évben, hogy folyamatosan változik a keret. Ez most éppen mennyire erős, hogy látod? Hát elég fiatal a csapatunk, van hova fejlődni, jó csapat lesz. Ez most ugye egy nagyon fontos győzelem volt, hogy látod, meg lehet a bentmaradás? Reménykedem, igen. Bízom a csapatba, és abba, hogy amit elkezdtünk a felkészülés alatt, és voltak biztató jelek, hogy az menni fog tovább, és följebb fogunk jutni a tabellán. Ugyan készültünk, de itt a kezdeti druk mindenkiben benne volt. Nagyon akartunk, úgy jöttünk ide, hogy mindent megteszünk azért, hogy úgy indítsuk ezt a szezont, hogy a nézőknek is megmutassuk, hogy van itt keresnivalónk. Mi volt az, ami összeállt a második félidő elejére? 9-0-val nyitottátok ezt a játékrészt. Hát, bementünk az öltözőbe és megbeszéltük, hogy akkor most kezdünk egy új meccset, mindenki szedje össze a gondolatait, és próbáljunk meg csapatként játszani azt, amit itt az elmúlt majdnem másfél hónapban gyakoroltunk edzéseken, és azt hiszem, hogy végül is ennyi, hogy fejben összeállt a dolog, és akkor elkezdtük ezt játszani. A budaörsi lányok jelenléte mennyire jelent plusz, mekkora erősítést jelentenek ők a csapatnak? Hát azt hiszem, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan nagyon sokat segítenek a csapatnak. Hát, mint látszik, azért nagyon jó felépítésű lányok, tehát mind védekezésben, mind támadásban sokat hozzá tudnak tenni a játékunkhoz. Ugye alapvetően kevesen vagyunk a csapatban, és az, hogy ők tudnak jönni edzésre, tudnak nekünk segíteni a mérkőzéseken, hát mint ahogy az eredmény is mutatja, és a lányok teljesítménye, ez abszolút pozitív a csapat számára. Ugye ez egy nagyon fontos győzelem volt, hiszen a TF pontosan előttetek állt, ugye két ponttal előzött meg titeket, most már azonos pontszámotok van. Hogy látod, adhat ez akkora lökést, hogy elindultok felfelé a tabellán? Hát azt gondolom, hogy nekünk most minden győzelem lökést ad, mert ugye az előző szezonban sajnos nem volt sikerélményünk, nem nyertünk meccseket, úgyhogy azt gondolom, hogy mostantól elindulunk talán ezen az úton, és fokozatosan hozzuk a meccsünket, akkor nem lehet gond ebbe a szezonba, és úgy gondolom, hogy a végelszámolásban sem. A Tatabányai Sportklub női kézilabda csapata a hétvégén Sojmárra utazik. A mérkőzés vasárnap délután 2 órakor kezdődik. A lányokat idehaza legközelebb március 7-én láthatjuk a Kinizsi együttes ellen.
Két fiatal játékos is profi szerződést kapott a Bányásznál. Krupánszki Balázs a labdarúgó NB3 harmadik fordulójában kapta meg először a lehetőséget, azóta minden alkalommal szám szerint 12-szer ő szerepelt a jobboldali védő pozíciójában. A másik labdarúgó Klaus Ádám, aki a középpályán vethető be. A szezon első felében 8-szor lépett pályára, 2-szer kezdőként és 6-szor csereként. A Tatabánya FC első hazai tavaszi bajnokiát március 14-én játsza a Nagyatád ellen. Addig a kékfehérekre két idegenbeli összecsapás vár, március 1-én az RKSK és 8-án a BKV Előre ellen. Szép tatabányai sikerekkel zárult a felnőtt atléták fedett pályás országos bajnoksága. A TSC Geotech egyetlen felnőttkorú atlétája, Hoffer Krisztina magabiztosan védte meg országos bajnoki címét. A hármasugró az első helyezés mellett új egyéni rekordnak is örülhetett. A szakosztály másik dobogós helyezését Lutherán Petra szerezte, aki szoros versenyben fiatalkora ellenére a dobogó második fokára állhatott fel. Az eredménye szintén új fedett pályás egyéni rekord. A következő fedett pályás bajnoki verseny az ifjúsági junior atléták országos bajnoksága, valamint a gerelyhajítók téli országos megmérettetése lesz. A versenyzők felkészítői Kis Tibor, Hoffer József és Lutherán László voltak. A Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom megyei igazgatósága szakmai napot tartott az olimpiai központok tatai edzőtáborában. A szakmai napon magasrangos sportvezetők is megtisztelték a megjelent edzőket, akik meglepően sokan voltak kíváncsiak az előadásokra. Hosszú évtizedek óta csak beszélünk labdarúgásunkról, a lemaradás csak nem akar megszűnni. A megkezdett úton valahogyan mindig elakad a kocsi, kilyukad a kerék, beszűkül az út, és nem tudjuk elérni kitűzött céljainkat. Az edzők nagy érdeklődése hallgatták a Debrecen klub igazgatójának előadását a sikeres klubmodell működéséről, ahonnan azért a bemutatott sikerek ellenére még mindig nem nevelődött ki magas szinten egy igazi klasszis labdarúgó, akiért tolonganak ismert csapatok menedzserei. Kisbaranyi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás program vezetője, a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás programjáról adott igen hosszú terjedelmi tájékoztatást. Kritikusan fogalmazott az elmúlt időszakról, feltárta a régóta húzódó hibákat, a rossz koncepciókat, majd fölvázolta a következő utat az óvodai focitól a felnőttekig. Az MLS-nek óriási jelentősége van, de még nagyobb jelentősége van azoknak a sportszervezeteknek, ahol felvállalják az utánpótlás képzést. Különböző modellek vannak a világon, hogy az utánpótlás fejlesztést hogyan valósítható meg. Mi azt az utat választanánk, hogy a sportszervezetekkel szorosan együttműködve kvázi meghatároznánk azokat a kereteket, azokat a feltételrendszereket, amelyek mentén az adott szinten el tudják végezni ezek az egyesületek a munkájukat. És hát óriási szerepe van az MLS-nek abban, hogy hogyan kontrollálja, hogyan ellenőrzi ezeknek a sportszervezeteknek és sportszakembereknek a munkáját. Vannak-e kiindulási pontok, vannak-e fix tuti lehetőségek, amit most már végre használnunk kell, aminek gyakorlatban is meg lehet majd a látszata? Én azt gondolom, hogy ezek az információk elérhetőek, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy a legkorszerűbb ismereteket hozzuk haza. Több mint 500 magyar utánpótlás edző járt az elmúlt időszakban nemzetközi tanulmányúton, és most már itt vannak azok a kollégáink is, akik elsősorban játékosként szereztek nemzetközi tapasztalatokat, ők testközelből tapasztalhatták meg, hogy mi az eredményességhez vezető út, és nagyon fontos kiemelni, hogy a Magyarországon elérhető értékek mellett az ő tapasztalataikat is be kell integrálni. Ezért különös öröm, hogy ma már például Dárdai Pál, aki a tanácsadó testületben komoly tevékenységet folytatott, és tanácsaival segítette a munkánkat, ma már a Bundesligában vezetőedzőként is tevékenykedik. Jó úton járunk most az új tervek szerint? Nézzenek csak itt körül, több mint 120 utánpótlásban dolgozó szakember foglalt itt helyet, és a szabadideje egy részét a tanulásra fordítja. Én azt gondolom, hogy megvan az igényesség Magyarországon és a magyar labdarúgásban is az előrelépésre. Kulcskérdés lesz, hogy ez a jelenlegi pozitív környezet, ez fenntartható legyen, és minden sportszervezet találja meg a saját identitását. László Csabát is megkérdeztük, akinek több évtizedes tapasztalata van a nemzetközi foci világból, hogyan kell, és nem csak lehetne, kikerülni a zsákutcából.
Lényegében van helyünk Európába, de a helyünk nem megfelelő, legalábbis nem az, amit mi szeretnénk, és sajnos, hogyha erre valaki egy igazán választ tud adni, az a statisztika, a statisztika soha nem hazudik. És ebben az esetben sajnos ifjúsági szinten, mert ott kell, hogy kezdjem ezeket a mondatokat, meg ezeket a gondolatokat, sajnos elég mélyen vagyunk, nem tartozunk Európa középmezőnyébe se. Lényegében most ezen a szakmai napokon részvétel, éve halva az MLS-nek a programját, kezdődik egy felzárkozás, kezdődik egy elképzelés, hogy hová szeretnénk jutni, de ez még egy hosszú út. Szerintem nagyon nagy összefogásra van szükség, meg nagyon sok segítségre. Most ezek a segítségek nem arról szólnak, hogy ki a jó edző, jó a programom, rossz a programom, inkább arról szól, hogy mindenki a saját maga kis környezetébe próbálja meg azt megvalósítani, amit eddig nem tudtunk megvalósítani. Itt nem csak az összefogásról van szó, nem csak a gondolatokról, a programokról van szó, hanem itt arról is van szó, hogy hogy tudok kinevelni egy jó futballistát, egy jó sportolót. Én mindenkinek azt mondom általában, hogyha látok 100 gyereket futballozni, a 100 gyerekből gyorsan pár perc után megmondom, hogy kiből nem lesz futballista. De sajnos én se tudom egyből megmondani, hogy kiből lesz futballista, és pláne profi futballista. És lényegében itt a produktumról van szó, hogy kiből lesz, és kit tudunk oda vezetni, hogy legyen profi futballista. És sajnos ebben nagyon sokszor nagyon rossz irányba gondolkodva nem tudtuk megvalósítani a terveinket. Nekem nagyon sok ötletem van, nem kell senkit másolni, vannak normálisan ennek egy oka és egy tényezője. Semmi nem történik valami nélkül, ok nélkül, mindennek van egy oka. És a magyar labdarúgásnak ez a legnagyobb gondom, hogy valahol van az oka, hogy miért tartunk itt, de lényegében nem szeretnénk erről sokat beszélni, mert szerintem mindenki tudja, hogy miért esetleg beteg a magyar labdarúgás, mindenki beszél róla, de azért azt a helyes gyógyszert még nem merjük elővenni, vagy nem vettük elő. Ez nagyon fontos, hogy az egész az MLS-nél kell kezdődjön. Az MLS az a ugye, szervezet, aki ezt az egészet felügyeli, és az előbb is említettem, hogy azért az utóbbi időben nagyon sok erőfeszítést tesznek, és a legfontosabb ebben az, hogy olyan szakembereket bevonni ebbe a munkába, akiknek van nemzetközi tapasztalatuk, és hitelesek. Na most ebből ugye az utóbbi időben egyre kevesebb van, egyre kevesebben vagyunk, és nagyon sokszor megkérdik, és amióta visszajöttem Magyarországra, most itt vagyok egy fél éve, hogy mit keresek itt, miért jöttem vissza. Van, aki negatívan, van, aki pozitívan ítéli meg. A negatív az, hogy hát máshol nem kellett, ez nem igaz, hála Istennek ezzel nincsen gondom, inkább azért jöttem vissza pont, hogy ebben segítsek, ezen belül az MTK-t, persze a magyar labdarúgást is, mert egy olyan programot tudtak bemutatni, ahol én úgy érzem, hogy most érdemes dolgozni, és most érdemes Magyarországon a futballal foglalkozni újra. Mit hoztál haza a nemzetközi tapasztalatod során? Mi az, amiben a hibapontokat látod, és ahol mindenképpen előre kell, hogy menjünk, mert 25 éve dumálunk, és csak egy helybe toporgunk? Hát a legfontosabb először is az, hogy nem mennyiségben, hanem minőségben kell gondolkodni. Mi megpróbáljuk azzal kompenzálni az egészet, hogy kevés a gyerek. Nem igaz, mert Skóciában is 8 millió ember él. Most mondhatnám Ausztriát, vagy épp mondhatnám, oké, Németországot ne hasonlítsuk, vagy hozzuk ide, mert azért 80 millió emberből több a tehetség. Itt az a kérdés, hogy nyúlsz hozzá ez a bizonyos futballhoz, meg gyerekhez. És nekem a legnagyobb gondom még mindig, bármennyire furcsán is hangzik, az akadémiákkal is van, mert én mind a két rendszernél találkoztam, a Borussia Mönchengladbachnál, amikor oda kerültem, akkor mi is az akadémiába hittük, mert ez Franciaországból jött, ugye annak idején, amikor a francia válogatott világbajnok lett, akkor egy akadémiai rendszert építettek föl, a Dzsorkáik idejére gondolok, és lényegében mi németek is ezt megpróbáltuk, és végül bedőlt az egész, mert itt csak példaként említem saját tapasztalatom szerint, hogy a német labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége, a Deisler, aki a Borussia Mönchengladbachnál nevelkedett abban az időben, amikor ott voltam, lényegében tönkrement pont ez a bentlakásos akadémiai rendszer miatt, és rájöttünk arra, hogy ez nem a legmegfelelőbb,
vagyis a gyereket ott kell adni a szülőnél, a szülő ez nagyon fontos támpont, stb. És átrendeződött az egész rendszer, és lényegében, amit szeretnék ezzel csak mondani, hogy nagyon oda kell figyelni a személyekre, a minőségre, az egyéni képzésekre. Most mondok a futballt leeltérő gondolatot, a Boris Becker az mindig arról volt híves, hogy bum-bum Beckerként legjobb szervei voltak, és ő mindig azt gyakorolta, vagyis az erősséget előtérbe helyezni, nem kell mindig azzal foglalkozni, hogy milyen gyenge ez a futballistának a különböző képessége, hanem mindig az erősségét tovább erősíteni és önbizalmat adni, a pozitívum. Ennyi negatívum dologgal nagyon rég nem találkoztam, mint itthon. Nagyon sok ember először a negatívból indul ki, a pessimizmusból és nem az optimizmusból. Mert ha most azt mondanám, hogy a Wengernek, ha valaki megkérdi, hogy mi az, ami a te első gondolatod a munkádban, az, hogy én mindig pozitív vagyok, ezt válaszolja. Kéner László, a Megyei Labdarúgó Szövetség igazgatója elmondta, hogy az elmúlt években nagyot lépett előre megyénk az infrastruktúra területén, sok segítséget kapva a megyei sportvezetéstől, emellett a TAO-s támogatásoknak is nagy mértékben köszönhető, hogy megvan az előrehaladás útja. Hála Istennek, hogy látszik az, hogy szomjasak a tudásra, hiszen egy évről évre egyre többen látogatják szakmai napunkat. Milyen irányokat mutatnak az előadók, merre lehet előre lépni, ami jó irány, jó haladás irány? Hát mindenképpen utánpótlás szinten előre kell lépnünk, főleg szakmai téren. Azt gondolom, hogy az elmúlt években az infrastruktúra fejlesztéseknek nagyon jól látható jelei vannak, így ezt meg kell töltenünk tartalommal is, mert hiába van egy pályán kiváló öltöző, vagy kiváló műfüves, vagy élőfüves pálya, az bizony a munkában és a tudásban is látszódnia kell. Ez azt jelenti, hogy nyilván ahol lehet, ott minőségi utánpótlás nevelést fog megkövetelni. Mennyire kapott szerepet az edzők munkája? Egyre nagyobb szerepet kap, ugyanis előtérbe kerül, ahogy láthattuk Kisbaranyi Sándor előadását is, az utánpótlás átszervezésével azok a klubok fognak nagyobb támogatásokat kapni, akiknél minőségi utánpótlás munka fog folyni, ezáltal minőségi utánpótlás edzőkre van szükségünk. Hol van a helyünk Magyarországon, Komárom-Esztergom megyének? Van-e ilyen összehasonlítás? Hát én azt gondolom, hogy ugye tradicionálisan nagyon jól állunk, hogy a múltunk az kitűnő, viszont azt szeretnénk, hogy a jövőnk is az legyen. Én nagyon látok biztató jeleket, akár itt, ha már Tatán vagyunk, akkor említhetném a Tatai Atlétika Klubnál az a infrastruktúrális beruházást, illetve a sportszakmai háttérnek a megerősítését, de mondhatnám az egész megyére, hogy ezek mind-mind biztató jelek, és bízunk abban, hogy a jövőben több NB szintű futballunk lesz, és több NB szintű utánpótlás nevelő játékos nevelő velünk ki a magyar futballnak. Az idén 5. alkalommal megrendezett találkozó sok tanulságot adott a magyar fociban dolgozók számára, és talán a Gödörből való kifelé kikecmergő utat is megmutatta. A jövő heti sportkedben elemezzük a Grundfos KC férfi kézilabda csapatának esélyeit a felsőházi rájátszásban, és természetesen beszámolunk a Szeged elleni hazai bajnokiról. Mára köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk egy hét múlva is!